Fogadjátok. Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk. És elfogadták. Hihetetlen, de milyen szerényen csak egyet-egyet szerettek volna kivenni, pedig hát az egész csillagszeműnek készítették Bőte Csaba gyermekei ezeket a karácsonyi ajándékokat itt a mai nap során. Még egy picit szárítani kell őket, de ezt majd utána elmondják a gyerekek. Ugyanis egy a születési dátum, és most mindketten a 20. évfordulót ünneplitek.
Igen, és úgy tudom, hogy a Duna TV is a 20. évforduló eltünnepli, úgyhogy a szép év az idei. Igen, szép év az idei, igen, a 20 év. Nos, hamarosan beszélgetünk majd a Csillagszemű Tánc Együttes és a Szent Ferenc Alapítvány közös kapcsolatáról, múltjáról és természetesen jövőjéről. Előtte azonban hadd mondjunk el néhány szolgálati közleményt, miközben nagy szeretettel köszöntjük a Duna és a Duna World nézőit. Az M1-en most egyébként azt a bronzcsatát láthatják a kézilabda EB-ről. Amitől ilyen feszengve ül az Oli most. Ha picit kényelmetlennek tűnök így a képernyőn keresztül, azért van, mert a félszemmel nyilván figyeli az ember, hogy mi történik ott. Egyébként fél idő van ebben a pillanatban, és csak reménykedni tudok abban, hogy az egygólos előnyünk megmaradt a házigazda szerbek ellen, és akkor sporttól ennyi. Szóval telefonhívásaikat várjuk nagy szeretettel, méghozzá például a 061-759-6000-es telefonszámon, íme kollégáink, ott a kolléganőink ott ülnek, és folyamatosan telefonálnak, ami nagyon jó jel, az azt jelenti, hogy nagyon sok mindenkit sikerült megérintenünk ezzel a gyűjtőakcióval, ugyanis jó azt tudni, hogy nyitott szemmel járunk, és nyitott, főként nyitott lélekkel egy ilyen esetben, és ez tényleg nagyon biztató. És az az érdekes, hogy nem csak Magyarországról, hanem a Dunavörd segítségével egészen Ausztriától Amerikáig mindenhonnan érkeznek a felajánlások. Sőt, még az Ausztriában egy nyugodtan egy szótagot bele lehet tenni, ugye Ausztráliából is jönnek felajánlások. Volna, igen. Tehát 061-759-6000 ez az a telefonszám, amelyen bármekkora összeggel segíthetnek, és ne legyenek szemérmesek, vagy ne szégyeljék azt, hogyha minimális összeggel tudnak segíteni, hiszen minden egyes forintnak helye van, és nagyon szépen köszönjük tehát ezt a fajta segítséget. Van egy másik telefonszámunk. Van egy adományvonalunk, ami ma természetesen ugyanúgy működik, mint a következő három évben. Ez a 13600-as adományvonal, amelyet, hogyha tárcsáznak, akkor még a megfelelő alapítvány számát is utána be kell ütni, és ebben az esetben ez a 20-as. Ennek az itt befolyt összeget most nem fogjuk tudni pontosan megmondani, de majd természetesen utólag mindenkit értesítünk. Plusz van a közönségszolgálatunk száma, az ugyanaz, mint a... A műsorvezető kollégák igen, csak 50-50. Tehát 061, illetve ha külföldről hívnak, akkor plusz 36 Magyarország hívószáma, 1-es a budapesti körzet, 759-50-50. Ezen a számon a közönségszolgálatot érhetik el. Egyebek mellett megvásárolhatják azokat a tárgyakat, amelyeket ismert emberek ajánlottak fel 100 ezer forintért. Szerencsére egyre több tárgy kelt el. Illetve van egy aukciónk, a szó klasszikus értelmében vett aukciónk. Ugye erre a herendi porcelán tárgyra jöhetnek a licitek tulajdonképpen, is lehet licitálni. Nem tudjuk, hogy hol tart, de a következő bejelentkezésre megtudjuk önöknek. A lényeg az, hogy 300 ezer forint volt a kikiáltási ára. Különlegessége az, hogy ez az egyik legdrágább herendi minta, ötször kell égetni, 1870-ben egy perzsa sah tiszteletére készült, vagy az ő kérésére, és még különlegesebb ez a tál, mint a többi ehhez hasonló, hogy az összes köztársasági elnök feleség aláírása szerepel rajta, ugyanúgy beleégetve. Elmondok gyorsan egy bankszámlaszámot, ez a Dévai Szent Ferenc Alapítvány bankszámlaszáma, amely tehát már 10 éve működik, és segíti a nehéz sorsú erdélyi gyermekek életét, boldogulását, tehát 103-00-002-es, kötőjel 20-14-63-14-56-39, tehát ezt elmondom még egyszer, a kötőjel után 20-14-56-39, kötőjel 49-02-01-57-es, hogyha beírják a megjegyzés rovatba, hogy jónak lenni jó, az nekünk sokat segít, köszönjük szépen. Na és most már beszélgetünk, gyorsan, vagyis folytatjuk a beszélgetést. Az érdekes a közös pont a 20 éves évfordulón túl, hogy mindkettőtök a gyerekeknek a boldogulását tűztétek ki célul. Mennyire tudnátok ti a jövőben együttműködni, Böske, vagy van-e valami kapcsolatod a családod vagy magad révén az alapítvánnyal? A legnagyobb megtiszteltetés lenne együttműködni az atyával a jövőben, örömmel. A családom révén annyi, hogy mi személyesen most ismertük meg egymást, a legkisebb fiam Gergő a Szent Angéla iskola tanulója volt, és ő volt a kisherceg produkcióban, és egy erdélyi körútra ment az iskola, és Déván is eltöltöttek néhány napot, és ott is előadták, úgyhogy nagy beszámolókat kaptam annak idején, hogy milyen jól érezték magukat. Hát akkor egy közös érintkezési pontot már is találtunk a múltban, a jövőben pedig hát akkor mindkét fél nyitott, azt hiszem. Azt gondolom, a legfontosabb dologban egyetértünk, hogy a gyerekeket nevelni kell. Tehát, ugye, hogy úszni, biciklizni, szorzótáblát, mindent meg kell tanítani. Gondolom a gyerekeket, hát a jóra is, a szépre is
tudatosan kell oktatni. Tehát Jézus Krisztus nem elvárta az apostolaitól, hogy ők tudjanak mindent, hanem szépen elmagyarázta, hogy hát menjetek szépen, aranyat, ezüstöt ne vigyetek magatokkal, szomorúakat vigasztaljátok, és 72 tanítványt szétküldte. Egy jó pedagógus megvárta, hogy visszajöjjenek, kikérdezte, ellenőrizte, házi feladat megvan-e, és akkor azt írja a Szentírás, örömébe felújongott. Tehát azt gondolom, hogy a mai ember is tudatosan neki kell álljon a gyerekeket a jóra, a szeretetre tanítani. Csaba testvér minden egyes szavára érdemes odafigyelni, kedves nézőink. Most azonban kapcsolunk az egyik külső helyszínünkre, egészen pontosan megnézzük, hogy mi történik, illetve ki érkezett a Látvány stúdióba. Szervusztok, köszöntjük a kedves nézőket innen a Tália Látványszín stúdióból. Csaba atya gondolatát folytatva, illetve kiragadva egy újat. A szeretet olyan, mint a gyógyszer. Nem jutalom, nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá. És egyre többen, egyre több mindent ajánlanak fel. Köszöntöm a stúdióban Jónás István vezérigazgató urat, a Magyar Rádió vezérigazgatóját. Jó napot kívánok, szervusz. Szervusz, jó napot kívánok. Szóval arról beszélgettünk itt egy picit az imént, hogy nagyon nehéz bármit is kiragadni abból a lelki ségből, amit jelent ez az egész Dévai Szent Ferenc alapítvány, ami benne van és körülötte. Az jutott eszembe, látva már felajánlott összeget, hogy hol tartunk, hogy itt mindenféle válságról beszélgetnek. Hát lelki válság, hál' Istennek, nincs legalábbis Magyarországon. Így van ez? Különösen akkor, hogyha azt látjuk, hogy embereket, közösségeket meg tud mozgatni az, hogyha látják, hogy van egy olyan értékrend, van egy olyan gondolatrendszer, ami összetart egy közösséget, annak van egy vezetője, és újabb-újabb közösségeket szül. Mert most lehet, hogy itt emberek külön-külön adakoznak. Egyébként közösségeknek is az adományait látjuk, de ha hiszik, ha nem, ha tudják, ha nem, ők egy új nagy közösségé verbuválódtak így ebben a nagy adományozásban. Én is azért a kollégáimmal úgy döntöttem, hogy a Magyar Rádió ZRT is adományoz. Stílszerűen rádiókészülékeket, 10 darab CD-s rádiókészüléket adunk, de nem csak azért, mert ez a legegyszerűbb a rádiót ad, hanem ugye a rádió a születés től kezdve közösséget teremt. Amikor még 20-as években kevés készülék volt, akkor együtt hallgatták az emberek. Később is volt a történelmek olyan pillanata, és én továbbra is abba bízom, hogy ezt a rádiót lehet együtt hallgatni. Lehet, hogy térben épp nem, de hogy valami miatt fontossá válik nekünk, amit ott hallunk, az irodalom, a zene, a mese, ez biztos. És ezt, hogyha nem is vagyunk együtt, külön-külön, de értékelni fogjuk. Egyébként a Magyar Rádió műsor eljut a határon túlra is, úgyhogy talán akikhez majd ezek a rádiókészülékek kerülnek, azok a családok, azok a közösségek, azok majd a mi szavunkat, a mi zenénket, a mi mesénket is hallhatják. Én például meg vagyok győződve, hogy a tavaly elindult mesesorozatunk az családi mese, az egyedül nem hallgatható. Ott gyerek, szülő együtt hallgatja, netán egymásnak folytatja a generációk, mesét. Generációk együtt. Azt a fajta gondolatot élheti meg mindenki hétköznapjaiban, mint most így egy különleges napon, amikor Csaba testvérnek gyűjtünk. Köszönjük szépen még egyszer a felajánlást, tehát 10 darab készülék. Jónás István, a Magyar Rádió vezérigazgatója volt a vendégünk, a Szó a stúdiói. Nagyon szépen köszönjük. Erdő Péter bíboros az újabb vendégünk, aki azt gondolom ugyanolyan büszkén ül most itt, hiszen igazán ő lehet büszke a gyermekére, aki tényleg most már elmondhatjuk, hogy nem csak a magyar nyelvterületeken nagy dolog, amit tesz, hanem tényleg a világ összes részéről nem csak magyarul beszélő emberek segítenek. Mennyire fontos az egyháznak az, hogy legyenek ilyen példaképek, és kimerem mondani azt a szót is, hogy legyenek sztárok az egyházon belül, akik jelképezik az eszmeiséget. A sztárság az a korhoz kötött dolog. Hol, mikor, mivel lehet sztár az ember? De például tudjuk, hogy Szent Erzsébet a maga korában sztár volt. Fiatalon meghalt, és egész Európa ismerte. Igen. Tehát érdekes, hogy mivel lehet sztár az ember? Elsősorban a szeretet cselekedeteivel. Teréz anya, Indiában. Világhírű lett, egy csomó olyan ember tisztelte, akik nem voltak keresztények. Amikor eltemették, az egy nemzeti gyász volt Indiában. Tehát a szeretet az egy olyan nyelv, amit minden ember megért.
és hogyha mi a keresztény üzenetet ezen a nyelven tudjuk kimondani, akkor ez eljut az emberek szívéhez. Szóval nekünk szükségünk van arra, hogy néha látható, akár feltűnő módon is tegyük a jót, nem azért, hogy megtapsoljanak, nem úgy akarunk sztárok lenni, hanem azért, hogy eljusson az a mögöttes igazság is az emberek szívéhez. Mert karácsony előtt vagyunk, pont ebben az időben miért csinálunk mi karitatív akciókat? Azért, mert a karácsony ünnepe erre kötelez. Mi karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Jézus megszületett, hogy Isten szolidaritást vállalt az emberiséggel. Hajléktalan gyerek lett. Egy olyan elnyomott kisnépnek a fia lett, amelyiknek nem is volt saját országa. Vállalta azt, hogy később se nagyon becsülték meg társadalmilag, még a szakmája miatt úgy el is bizonytalanodtak, hogy ő tanít nekünk valamit, hát nem az ács ez, akinek ismerjük a környezetét. Szóval ezt mind vállalta azért, mert annyira szeretett minket, embereket. Hát ha az ő születésnapját ünnepeljük, akkor nekünk is egy kicsit ebből a szeretetből meg kell mutatni és meg kell élni. Ezért van az, hogy a karácsony a család ünnepe, és a karácsony a segítő szeretet ünnepe. Ennek az ajándék, ez csak egy kis jelképe. És ennek a segítő szeretetnek most megmutatjuk egyik nagyon jó példáját. Ismét kapcsolunk a Látványstúdióba. Figyeljék! Ez bizony nem csak jó példa, hanem kitűnő meglepetés is volt. Köszöntöm itt vendégünként Szabó Gézáné Marikát és Szabó Gézát, magyarán a Szabó család. Igen, két oszlopos tagját, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hoztak is, nem üres kézzel érkeztek, nemes felajánlást. Honnan vették hírét ennek, hogy lehet? Hát tulajdonképpen a ma reggeli Kossuth Adón, konkrétan a Kossuth Adón hallottuk, de egyébként már korábbi napokban is hallottuk, hogy ugye igen, van ez a lehetőség. Mivel hogy volt már ez a felajánlás, úgyhogy már mi ezen kívül már ajánlottunk föl csekken. Pénzadományon már túl vagyunk, úgyhogy ez meg egy ilyen. És ha már mondják, bocsánat, egy fontos, nagyon fontos szolgálati közlemény, hogy ugye a jó példa terjed, de arra kérjük a kedves nézőket, és persze a hallgatókat is, hogy tárgyakat, felajánlott tárgyakat ne hozzanak se ide, se a Kunigunda utcai bázisra, hanem elsősorban ugye a pénzadományokat várjuk, és köszönjük, ugye látják most is fut alul a szalagon, hogy melyik az a telefonszám, hova lehet, tehát tárgyadományt, ha nem muszáj, ne, de ez ettől függetlenül ezt nagyon szépen köszönjük, és eljut majd. Két szép karóráról van szó, kiknek szánták? Igen, hát a Bőte Csaba testvér gyerekeinek, hát nyilván valaki nagyon, vagy valakik nagyon fognak örülni, mert végül is ez egy férfi és egy női karóra, nem egy értékes valami, egy mutatós valami, és a gyerekek biztos nagyon fognak örülni. Ez bizonyára így lesz. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük szépen. Igen, igen. A Kecskeméti Színházból érkezett, mint egy ajándékképpen ez a kis előadás részt vett méghozzá a Dr. Herzből, aki pedig hozta a Cseke Péter igazgató úr. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Igen, érdekes, hogy minden színházunk, akit felkerestünk, mindenki első szóra az egész ügy mellé állt. Miért volt neked fontos, neked van már kapcsolatod, vagy volt Csaba testvérrel kapcsolatod? Igen. Mi kapcsolatunk tulajdonképpen kicsit egy pár évvel ezelőtti, a Mária Remete egy templomban, karácsony táján egy lelki gyakorlatot tartott az atya, és olyan hatással volt rám, hogy mindenképpen szerettem volna vele megismerkedni személyesen, és akkor megkértem Eszterházi László érsek atyát, hogy mutasson be személyesen, és akkor elmondtam neki, hogy van egy gyerekműsorunk, Hűvösvölgyi Ildikóval, és nagyon szívesen elmennék Dévára. Uh-huh. Aminek ő nagyon örült, elkezdődött az e-mailezés, hogy mikor megyünk tulajdonképpen, meg volt az időpont, és
Hát összegyűjtöttük, amit csak lehetett, mindenki, a társaságban mindenki tudta, hogy megyünk Dévára, úgyhogy egy csomó ruhát és játékot és könyvet vittünk. Érdekesség volt, hogy amikor megérkeztünk, egy amerikai kislány érkezett velünk, aki hallott erről az alapítványról, és írt Csaba testvérnek, hogy ő szívesen eljönne dolgozni, és egy fél évre eljött ide dolgozni az alapítványhoz. De magyar származás? Nem, egy amerikai kislány volt. Ez milyen ereje van? Fantasztikus volt. Miközben fotókat láthatunk ugye erről. Ez az előadásunk volt, amit most éppen látunk. Csodálatos volt, olyan szeretettel öleltek bennünket át. Nem beszélve arról, hogy egy olyan édesanyánál laktunk, akinek 7 fia volt, és én voltam a 8. Érdekes volt, ahogy elmondták, hogy ők kisebb ajándékokat készítenek, és ezeket eladják, és ezzel pótolják a gyümölcs adagaikat, vagy éppen akkor cserélték ki a mosógépüket. Hadd kérdezek egy gyakorlatilasat. Bocsánat. Egy színész tud ezekből építkezni? Ezekből az élményekből? Ezekből a tapasztalatokból? Én úgy gondolom, hogy a színész mindenből tud építkezni, tehát ez nagyon fontos, hogy az, hogy egy színész tehetséges, az egy pici kis része annak, hogy valaki igazi művészét tud válni. Nagyon sok minden szükséges még ahhoz, hogy az ember egy valódi, kiforrott művész legyen. A tehetség az egy állapot ráadásul, én azt gondolom, az bizonyos időben van, bizonyos időben nem nagyon van, de ilyen például egészen biztos vagyok benne, hogy az beleépül az emberbe. Hát az érzékenységtől nagyon sok függ, mármint a lelki érzékenységtől. Igen, és valahol összecseng azzal, amit Csaba testvér is mondott a jóságról, hogy az rendben van, hogy megvan bennünk, de hogy azért még tenni kell, illetve az, hogy kibontakozhasson, az egy sokszor kemény, verejtékes, izzadságos munka. Mint ahogy a tehetségnek van, azt szoktam mondani, a tehetség érvényesítésének a képessége. Mert nagyon sok olyan tehetséget látok magam körül is, aki egyszerűen nem tudja érvényesíteni, pedig látom rajta, hogy nagyon tehetséges, és mégsem sikerül belőle olyan hatalmas művészé válni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és köszönjük. Akkor most kapcsoljuk a Csíksomlyói házat, hogy ott éppen mi történik. Mindenkinek pénz, szerelmet, vágyat, hitet. Gyönyörű, kék itt az ég. Úgy szeretném megtalálni, úgy szeretnék hozzáválni, kinek az élet teher, az ember könnyen megy el. Gyönyörű, kék itt az ég. Adjon Isten ifjúságot, szabadságot, boldogságot, egészséget, pénzt és hitet, szerelmet, hírt mindenkinek. Gyönyörű, kék itt az ég. Gyönyörű, kék itt az ég. Gyönyörű, kék itt az ég. A 21.
25 éves Csíkszeredai Roll zenekart hallottuk, azt a zenekart, amely már évek óta ugye fellépésekkel, koncertekkel segíti Bőjte atya munkáját. Tivadar, az biztos, hogy ti adtok a gyerekeknek, de gondolom, hogy ikletődtök is belőlük, nem? Természetes. Legalább annyit, ha nem sokkal többet kapunk is tőlük, akárcsak Csaba testvértől. Hiszen, hogyan ez a kötődés Csaba testvérhez? Hát igazából sok szállas, tehát azon felül, hogy ugye hát ő Csíki, itten nőtt fel, gyerekkori jó barát. Csapatban van olyan is, akihez rokoni szállak kötik. És hát most az elmúlt három, lassan négy év, ez még szorosabban összefűzött bennünket, hiszen közel 100 közös jelenésünk volt, fellépés. Sőt, még ha jól tudom, akkor közös szentmise is volt, tehát élőzenés, szentmise is. Hát akkor azt kívánom, hogy nagyon sok ilyen élményben legyen részetek, gyerekek. Gondolom, hogy házi buliknak is jó hely ez a ház. Ha 96 gyerekit elkezd bulizni, akkor, és most példát mutattatok arra, hogy pillanatok alatt a hangulat fel tud forrósodni. Emőke, ki itt a kútfő? Te vagy a diák tanácsnak az elnöke. Ki itt a kezdeményező, a házi buli kezdeményező? Hát általában mindannyian szeressük a házi bulikat. Gyereket vagy. Hová lett a hangod? Csak aktívan nem buliban ment el. Aktívan. Elénekelted a hangodat? Így van. Találtam. Bulis társaság van, ezért van, hogy a bulikat általában mindenki támogatja, a diák tanács szervezi. Hogy kerültél te ide? Hát szeretnék tovább tanulni. Nem csak középiskolában, hanem egyetemre is szeretnék menni. Honnan jöttél? Lövétéről. És ezt otthonról nem tudták volna meg előteremteni ennek az anyagi hátterét? Hát ahhoz, hogy tovább tanulhassak, ahhoz nem. Hogy... Milyen egyetemre készülsz? Hát egészségügyre szeretnék menni, orvosira vagy... Milyen orvos szeretnél lenni? Gyerekorvos, hogyha. Gyerekorvos. Azt hiszem, nagyon el kellene itt a házakba egy jó gyerekorvos. Mi a jó itt? Minden. És mi vagyis, hogy... akkor azt kérdezzem? Persze, mi van a minden? Hát, a közösséget azt nagyon szeressük. Úgy gondolom, hogy egy család lettünk, mindenki mindenkit ismer. Ha gondok vannak, azt együtt sikerül mindig leküzdenünk, meg megoldanunk, úgyhogy ez a legjobb, ami... Hát köszönöm szépen, hogy beszélgettél velünk. Itt folytatódik a jó hangulat, és nem sokára mi átmegyünk a konyhába, mert ott nagyon-nagyon finom töltött káposzta készül, illatáról legalábbis tudni lehet. Most mi is tudunk válaszolni, mert itt is folytatódik a jó hangulat, ott a Roll zenekar játszott, nálunk már bekészült a Csík zenekar, úgyhogy mi sem szűkölködünk jó zenében. És annyit hagy mondjak, még egy leendő gyermekorvost hallhattunk és láthattunk, igen, reményeink, igen, szerint. Nagyon sok orvos telefonál, gyermekorvos telefonál, hogy segítene. Ennek megvannak a gyakorlati feltételei, amikor legközelebb Csaba testvér itt lesz velünk, akkor erről is megkérdezzük, hogy tehát orvos segítséget milyen formában tud elfogadni a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Most pedig kapcsoljuk ismét a látványstúdiót, hiszen fogadhajtó világbajnokok érkeztek oda. Ez így igaz, Lázár Ribas és Zoltán, Lázár fivérek, és mi is jó hangulatban vagyunk itt, nem csak ti ott a stúdióban. Hát persze, hiszen arról szól a műsor, hogy adakozzunk, és hát persze, hogy nyerekbe pattanunk, mert... Igen, föl vagyunk szerelve felszereléssel rendesen. Hát az egész történet úgy kezdődött, hogy Csaba testvér néhány évvel ezelőtt meglátogatott minket Domonyvölgyben, hiszen a Gyergyószárhegyi otthon mellett egy lovarda van, és hogy adjunk szakmai segítséget ennek az üzemeltetéséhez. Megtörtént, fölvettük velük a kapcsolatot, és hát kérték, hogy felszerelést juttassunk el hozzájuk, úgyhogy szerveztünk egy gyűjtést a Magyar Lovas Szövetség berkein belül, és az első felajánlás ez a két nyereg és a két kantár. És azon kívül? Azon kívül pedig hoztunk két ostort, amit szintén szeretnénk felajánlani, és hát ennek a két ostornak az a különlegessége, hogy alá is van írva, hogy a Vilmos 2011-ben megnyerte a világranglistát, tehát ő végzett az elsőn, és ezt az ostort használta, illetve én 2010-ben, és én pedig azt az ostort használtam. Szépen koreográfáltátok azt a kis bilétált a nemzeti színű díszítéssel. Tervezitek, hogy kiutaztok egyszer Dévára?
Mondjuk halóhától nem is, de hát miért ne? Igen, hát ugye a felszerelés mellett ugye kértek tőlünk szakmai segítséget, és tervezzük azt, hogy valamikor ellátogatunk a Lovardába, valószínűleg elvisszük a felszerelést, ezt is, és ami még összegyűlik, és akkor utána ott viszünk edzőket, trénereket, megnézzük, hogy igazából szakmailag mit tudunk segíteni az ő munkájukban. Magához az alapítványhoz mit szóltok? Mi számotokra a legnagyobb, legmélyebb üzenete? És mindaz, amit tesz Csaba atya ezekért a gyermekekért? Én úgy érzem, hogy igazából helyettünk dolgozik. Tehát ez nekünk lenne a kötelességünk, nekünk lenne a feladatunk. Úgyhogy aki tehet és aki tudja, kötelessége támogatni, mert helyettünk végzi ezt el. Egy fantasztikus emberről van szó, és pont idefele beszélgettük a Willivel, hogyha a társaságában vagyunk, akkor mindig feltöltődünk. Tehát az a nyugodtság, az a higgadság, az a szeretet, ami árad belőle, példaértékű. Köszönjük. A szó ismét a stúdióim. Nagyon szépen köszönjük. És akkor ahogy Marcsi is említette, hát mi is jó hangulatban és zenével megyünk tovább. A Csíkzenekar következik. Jumér és Mérában, ez a dal a szám címe, amelyet ők adnak elő. Ősszel érik babám a fekete szőlő, te voltál az igazi szeretőm, de bocsásd meg, ha valaha vétettem, ellenedre babám rosszat cselekedtem, de bocsásd meg, ha valaha vétettem, ellenedre babám rosszat cselekedtem. Kinek minek varrott babám a jegykendő, néked varrom, hogy legyél szerető. A négy sarkába, de négy szál sejem rozmaringot, egy de a közepibe azt, hogy a tiéd vagyok. A négy sarkába, de négy szál sejem rozmaringot, egy de a közepibe azt, hogy a tiéd vagyok. Édesanyám, a rózsa, ja, a rózsa, én vagyok a legszebbik bimbója, bimbójának a legszebbik áron. Barna legény babája, babája, a bimbójának a legszebbik áron. Barna legény babája, babája, nyárra nyílik a sok piros rózsa, nem tudnál elfelejteni soha. Ezen ültünk, ugye, Rita? Igen. Nagyon szépen. Köszönjük a Csíkzenekarnak. Akkor tehát a Lázár testvérek is felajánlottak valamit, ahogyan láthatták és hallhatták. Közben egy zárójeles megjegyzés, a második fél időben döntetlenre áll a bronzmérkőzés a női kézilabda. Van a másik fületben is valami? Mondjuk azt, hogy megvannak a forrásaim, igen, hihetetlen. Nagyon izgalmasan alakult tehát a bronzmérkőzés, ami viszont sokkal fontosabb hír most. Igen, a tál nagyon-nagyon jól áll, 500 ezer forintnál tartunk, úgyhogy eddig az a kedves néző, a nyertes, aki 500 ezer forintot ajánlott fel, hogyha valaki ezt még megfejeli, akkor elvesztette, úgyhogy akkor nagyon gyorsan telefonálni kell ismét. Tehát most 500 ezer forinton áll ez a bizonyos Herendi, nagyon különleges nagyon tál, szép. És hogyha ide pillantanak nagyjából erre a részre,
átléptük a 30 millió forintos határt. Hát ezt most véletlenül látom. De jó. 30 millió forintnál is többet gyűjtöttünk már az önök segítségével. Köszönjük szépen. Na és akkor újabb két vendégünk, Ritát már szólítottam, mert hogy mind a ketten alig tudtunk ülve maradni. Menyhárt Ernő és Menyhárt Rita, házasok, házaspár, azért egy a vezetéknév, és a Szászvárosi otthonnak a munkatársai vagytok, és mindketten dévai gyerekek vagytok, ugye jól tudom. Igen. Hát igen. Mikor kerültetek oda? Hát én ezelőtt 19 évvel. Hát akkor az szintén az elsők között. Igen. Tehát az első gyerekek között voltam, aki a hát Csaba testvér szárnyai alá került. Ugye, és hát Csaba testvér úgy szokott engem emlegetni, mint egy prototípus. Hát eléggé érdekes megnevezés ez, de nagyon büszke vagyok arra, hogy az alapítványnál nevelkedhettem. A kísérletezés, a kezdeti kísérletezés egyik alanya tehát, és úgy tűnik, hogy sikeres. Tehát, hogy ilyennek kellene lenni minden dévai gyermeknek. Hát önlennék a többiek is hasonló, sokat tanulnának Ernőtől, Vitától. Tehát ő a minta, minta gyerek. Hát azért nem szeretem magamat mintának nevezni. Nem baj, mi mondtuk. De biztos, köszönöm. Hogy valami van ebben, hogyha a Szászvárosi otthont megkaptátok, hogy ti vezethetitek. Hát ennek is eléggé érdekes a története, mert érettségi után egy évet önkénteskedtem az alapítványnál, utána pedig hát elmentem főiskolára, Kántor tanítóképző főiskolát végeztem Marosvásárhelyen, és Szászvárosra hívtak vissza a munkatársak, mint tanítónak. Uh-huh. És rá két évre igazából a házvezetője hát elment nyáron, és megkért, hogy ameddig el van utazva, addig helyettesítsem. És azóta őt helyettesítem, és az már ragadtál. Azóta őt helyettesíti. Igen, igen, 10 Rita éve. Rita szintén tanít, ugye? Igen. Mit, mindent? Alsodagozatos tanító vagyok. Akkor gyakorlatilag mindenhez mindent, kell érteni. Mindent, mindent. Kemény feladat. De szép. Olyan érdekes, hogy nem elmenekülnek a gyerekek világából Csaba testvér gyermekei, hanem azt választják hivatásként. Hát még egyszer újra éljük velük együtt. Még egyszer újra, igen. Mert annyira jó volt. Hát nagyon jó. Próbálom egyszerűen megfogalmazni, szerintem ti érteni fogjátok, hogy láttok azokban a kis csillogó szemekben valami hasonlót magatokhoz, magatokéhoz? Visszagondoltok az egykori önmagatokra, amikor például ott állsz a katedrán, és az egyszer egyet tanítod neki? Ajaj, sokszor eszembe jut az én gyermekkorom, és hogy én akkor mit tettem, és mintha előre látom most is, hogy ez a gyerek mit fog tenni. Uh-huh. Tehát nagyon sokszor, nagyon sokszor. De így könnyebb azért, nem, a nyelvükön beszélni, hogy te magad átélted ugyanezt. Persze, persze. Hát a gyerekekhez le kell hajolnia. Tehát az egy másik nyelv. Ezt már többször említettük ma Csaba testvér elég, hogy tudni kell 2012-ben a gyerekek nyelvén beszélni, de hát úgy tűnik, hogy ez a nyelvtudás ez ott van a ti birtokotokban. Nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert és jó egészséget kívánok. Áldott karácsonyt, és mi pedig most kikapcsolunk a kollégáinkhoz, kolléganőinkhez, hiszen Nagy Tünde várja, hogy elmondhassa nekünk, hogy mi újság odakin. Jó napot kívánok mindenkinek! Hát az az igazság, hogy itt mi az elmúlt 7 órában a valóságban is megtapasztaltuk, amit Csaba testvér ma mondott, hogy a Jóisten jónak teremtette a világot, és igazán jónak lenni jó, hiszen rengeteg felajánlás érkezett a legkisebb összegtől a igazán nagy összegekig, és félre ne értsék, ugyanúgy örülünk mi a nagyon kicsi összegeknek is, hiszen szívből adják. És meg kell, hogy mondjam önöknek, nagyon ritka az, hogy az én kollégáim szemében ilyen lelkesedést és ilyen meghatottságot lássak, még a legszigorúbb politikai újságírónak is megcsillantak a szemében a meghatottság könnyei, sőt meg kell, hogy mondjam önöknek, Détót Kriszta az imént letette a fülesét, mert majdnem elsírta magát, és nem tudott tovább beszélni. Igaz, Kriszta, nem nagyon állok messze, persze hozzá közel áll azért ez a jótékonyság, a segítség. Ez is, meg az is, hogy könnyen meghatódom, de az tény is való, hogy soha nem álltunk még ilyen közel egymással a nézők köz, mint most. Tehát szerintem itt mindannyian azért vagyunk egy kicsit ilyen emelkedett hangulatban, mert ez egy nagyon közvetlen kapcsolat most köztünk. És egy olyan ügy érdekében, ami egy ilyen különleges egységet kovácsol köztünk, úgyhogy persze, hogy egy kicsit meghatódunk. Igen, azt látom, hogy úgy állnak föl innen a kollégák, hogy jaj, de jó, hogy itt vagyok, jaj, de jó, hogy benne lehetek én is ebben a műsorfolyamban, ahogy önök is benne lehetnek, hogyha telefonálnak, hogyha felajánlanak nekünk összegeket. Igaz, Barna, sokan telefonálnak. Most megszakítom ezt a telefonbeszélgetést.
Közben nem csak pénzfelajánlások érkeznek ebbe az adásba, igaz, nem csak pénzfelajánlások érkeznek, hanem egyéb dologi, sőt emberi erőforrás. Az előbb egy mobiltelefont ajánlott fel egy hölgy. Most vette, nem tetszik neki, és felajánlott az alapítványnak. Nagyon szépen köszönjük önöknek. Természetesen azt itt most mi nem tudjuk kezelni, de mondunk olyan e-mail címet, ahova a dévai gyerekekhez eljutathatják a természetbeni juttatásokat, illetve azokat a felajánlásokat, amiket ők önök tennének. Jónak lenni, jó. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük, és akkor ezeket a tárgyi felajánlásokat is köszönjük szépen. Megpróbáljuk célba juttatni, de elsősorban... Egyből az alapítványhoz kell jelentkezni. Az a legegyszerűbb, mindegy, hogy idehoznák, vagy egyből az alapítványhoz, a budapesti székhelyhez, úgyhogy az a legegyszerűbb. Vándor Attila érkezett hozzánk, aki tulajdonképpen kollégánk. Szegről végről szervusz, mert a Csillagösvény címmel készítettetek filmet az alapítványhoz. Bőjte Csaba munkásságáról. Mikor volt ez pontosan? Hát kétszer is csináltunk filmet. Ez egy nagyon érdekes időszakában volt az alapítványnak, éppen 10 éve folyt a munka talán. 2002-ben kezdtük az első részt csinálni, és az egy ilyen fordulópontszerű volt. Természetesen mi is magánemberként kerültünk először oda, mert elkaptak ezek a bizonyos könnyek, amiről az előbb itt hallhattunk. Aztán kimentünk televíziós anyagokat készíteni, és hirtelen azzal szembesültünk, hogy ott egy teljesen más kép fogad, mint amit itt Magyarországon elképzel az ember, hiszen már a munkának itt híre ment, hogy Csaba testvérek mit tesznek, és akkor éreztük, hogy el kell egy olyan filmet készíteni, ami egy kicsit megmutatja, hogy itt többről van szó, mint hogy használt ruhákat küldünk. Nagyon vártalak, mert televíziósként egy bizonyos ponton kívül kell maradni, vagy felül kell emelkedni, és egy más aspektusból valóban tudatosan bemutatni azt, ami ott zajlik. De ahogy te is említetted, azért elsőként megérintett ez a dolog. Nehéz volt? Voltak pontok, amikor nehéz volt kvázi kívülállóként bemutatni a történetet, elmesélni a sztorit? Nem kell kívül maradni, ez egy tévedés. Ez a műfaj, ez nem olyan. Azt hiszem pont az volt a titka ennek, hogy nem maradtunk kívül. Igen. És éppen ezért nem, hogy nem maradtunk kívül, a saját gyerekeink mellett ott több száz pótgyerekünk volt kint. Sőt, egy ilyen egészen kivételezett helyzetbe kerültünk, hiszen mi 4 évig gyakorlatilag folyamatosan jártunk ki a gyermekotthonokba. És Magyarországon akkor még egy olyan kép volt, hogy Déván van egy kolostor benne, Csaba testvér és néhány mezitlábas gyermek, igen. Úgyhogy kamionszámra mentek a sokszor felesleges adományok, talán mondhatom ezt, tehát tényleg cipővel Dunát lehetett rekeszteni. És akkor... Nem próbáltunk kívül maradni, hanem igenis végigjártuk az összes gyermek otthont, személyes kapcsolatba kerültünk a családokkal, a gyerekekkel, nevelőkkel, és az a feladat állt előttünk, hogy valahogy egy olyan filmet alkossunk mindebből, amiben bemutatjuk, mint egy katalógusszerűen ezeket a gyermek otthonokat, hogy kicsit tisztítsuk le a képet, és azt is, hogy itt bizony nem feltétlenül csak pénzre és használt ruhára van szükség, hanem arra, hogy az ember magát adja. Tehát a legnagyobb érték itt is az ember volt. Igen, Csaba testvér, a tévés az nem egy egyszerű népség egyébként. Hogy sikerült velük megtalálni a közös hangot? Sokszor úgy érzem, hogy a fasizmus még nem csengett le Magyarországon. Nagyon sokszor ilyen előítéletekkel vagyunk, hogy hát az ilyen, meg az olyan, meg jobb oldal, meg cigány, meg nem tudom, és amit én 20 év alatt megtapasztaltam, az, hogy az ember változik. Az ember nevelhető, formálható, tehát hogy olyan jó volt látni itt is, hogy olyan kis gyerekek, akik egészen huncutul kezdték az életüket, hát ilyen szépen felnőnek, és itt tényleg televízióban is akár tanúságot tesznek az értékek mellett, amiket ők elsajátítottak, megismertek, és ilyen értelemben nagyon hálás vagyok Attiláéknak, meg a médiának, hogy tényleg ezt a hitemet, vagy ezt a hitet úgy igazából közkincsé lehet tenni, hogy ne elítéljük egymást, hanem üljünk le és párbeszédet folytassuk. Higgyünk a nevelő, a kimondott szó erejében. Tehát sokszor én azt látom, még a tanárok az iskolában se erős hiszik azt, hogy egy gyerek változtatható, tehát hogy kutyából lehet-e szalonnát. Én amellett esküszök, hogy igen. Azt tapasztalta a 20 év alatt Csaba testvér, hogy igen. Nagyon fontos információ. Kaptunk egy telefont Nagy Zoltántól, a Székelyház Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökétől, hogy a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Magyar Kultúra Lovagja címet adta Csaba testvérnek, amelyet január 19-én a Budai Vigadóban ad át. Tudod már róla? Gratulálunk! Ez egy új információ műsor hozadéka. Szívből gratulálunk. És nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél neked hozzánk. Neked is gratulálunk. Most pedig egy embermesével folytatjuk a Jónak Lenni Jó műsor folyamot itt a közmédiában. Thank you.
Én Csíkcsatószegről kerültem ide az alapítványhoz 2002-ben. Édesanyám 2000-ben halt meg, édesapám meg 2002-ben. És akkor ugye az egyházon keresztül, hogy a mi papáncsink a Csaba testvért ismerte, és akkor így felvette a kapcsolatot vele, és akkor így kerültünk mi Dévára. Az iskolát befejeztem, és akkor szerettem volna továbbra is az alapítványnál maradni. A konyhán mind, hát mind kukta úgy voltam. Aztán elvégeztem ezt a tanfolyamot, és akkor megismerkedtünk a férjemmel, és akkor közben, mikor volt az esküvünk, utána ő is mind nevelőbe került ide az alapítványhoz, és akkor úgy maradtunk így, mint együtt. Elsősorban az alapítványnak nagyon sokat köszönhetek, hogy itt lehetek még mai napig is. Én ha ide bejövök, mintha hazamennék. Ez nekem az otthonom. Én nagyon sokat kaptam az alapítványtól. Én nem lehetnék itt, nem ilyen emberként lehetnék itt. Nem lett volna nekem lehetőségem arra, hogy én befejezem az iskolát, hogy ilyen szép családom legyen nekem. Én el is hányódhattam volna az úton is, akár mint hogy lányként, lehet egy kamasz lányként. De hál' Istennek Csaba testvér felkarolt. Mindig van remény. 20 éve a szeretet útján a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Jónak lenni jó. Mi pedig már lisztezünk, gyúrunk, nyújtunk, és hamarosan díszítünk is, ahogy megsült a mézes kalács. Mert hogy mi itt a lányokkal a Tusnád Fürdői Szent László Gyermekvédelmi Központ lakóival, nevelőivel mézes kalács sütésbe kezdünk. Az agyagozást most mézes kalácsra váltottuk, és ezekből lesznek majd estére vendégeinknek ajándékok. Piroska, legyen kedves segíteni nekem abban, hogy amíg mi itt gyúrunk, addig mindenkinek oda tartott a mikrofont, hogy mutatkozzatok be, ki hány éves, hogy hívják, és hogyan készül az ünnepekre. Fodor Imelda vagyok, 15 éves. Hát én az ünnepekre szoktunk készülni ilyen énekekkel, különféle foglalkozásokkal, sütéssel, főzéssel. Akkor már csináltatok mézes kalácsot? Igen, én otthon szoktam csinálni. Ahány konyha, annyiféle mézes kalács. Gyönyörűen kinyújtottad. Mi már mindjárt itt szaggatjuk is méghozzá egy kis harangocskákkal, szívekkel, meg fenyőfával, jó? Így beleszúrod, így. És akkor itt van egy szívecske forma, ezt tesszük majd a sütőbe. És a többiek? Fekete Szidoni Edina vagyok, Tusnádfürdőről jöttem, 14 éves vagyok. Az ünnepekre úgy szoktunk készülni, takarítással. Készítesz valakinek ajándékot? Például egymásnak szoktatok-e csinálni? Vagyis hát az angyal hozzá az ajándékokat. De hogyha a legjobb barátnőnknek vagy nevelőnénynek is készíthetünk vagy adhatunk, meg ajándékozhassuk egymást, hogy egymás, hogy örömet szerezhessünk. Mit szoktatok csinálni? Kézművességet is. Uh-huh. Vagy ha nem. Egy tábla csokoládéval meg ajándékozzuk, vagy valami nagyobb dologban. És az én kedves szomszédom, ő egyébként nagyon szorgalmas. Nevem Baranyai Borók Antónia, 12 éves vagyok, és hát mi nem csak így fizikailag készülünk, hanem próbálunk lelkileg is készülni a karácsonyra. Advent időben így el kell gondolkozni az embernek, hogy miket is tehet, meg ilyenkor kell legtöbbször az embernek megbánni a dolgokat. Megbánni a dolgokat? Kell kell felkészüljön lelkileg is az ünnepre, nem csak testileg. És neked van valami olyan, ami most mélyen érintett, és el kell picit gondolkodni, hogy aztán jövőre máshogy legyen? Hát van. Van? Azt ne áruld el, az a lényeg, hogy ez belül megvan, és meg tud majd változtatni. Hányan laktok, hogyan laktok ebben a házban? Hát úgy 100 körül, ha jól tudom, 100 körül lakunk. Szobatársak? Hát családonként vagyunk, 10 családon van nálunk, 10-12 szokott egy családban lenni. Hát napjaink úgy szoktak tenni, hogy ilyen megvan a programunk, reggel hánykor kellünk, este hánykor fekszünk le, napi program, gitárórák, hittanóra.
Tehát az iskolán kívül mindenféle foglalkozásaitok vannak a házon belül. Piroska, te hogy látod ennek a háznak az életét, már nevelőként dolgozol? Hát én lassan fél éve vagyok a háznál. Hát nagyon sok minden történik. Nagyon sok mindent kapok. Most karácsony előtt egy héttel? Hát, még nem volt alkalmam, hogy ott karácsonyozzak, most lesz az első. Hát várom. Hogy zajlanak ilyenkor az ünnepek? Van, hogy közösen karácsonyoztok, és gondolom, hogy vannak, akik hazamennek. Igen, vannak, akik hazamennek, és akik ott maradnak, azokkal nevelőkkel maradnak ott. Milyen ilyenkor a Szenteste? Hát, mint egy családban. Családban. Próbáljuk kialakítani ezt a környezetet neki. Hát én köszönöm szépen a szorgos kezeket, visszatérünk majd a konyhába, mert természetesen meg fogjuk mutatni a kész süteményeket, és aztán díszítésbe is kezdünk, úgyhogy addig is jó munkát nekünk, meg a többieknek is. Irigykedve nézem Dórit ott a konyhában, mit, hogy te irigykedsz, hogy nem látod a kézilabda meccset. Félszemmel figyeljük, szűk a vége a bronzmérkőzésen, a szerbek ellen izgalmasan alakul, most azonban már is megyünk tovább, kapcsoljuk a látványstúdiót. Köszönjük szépen, én két kiváló férfiú társaságában ülök itt, Rátóti Zoltán, a Csiki Gergely, a Kaposvári Csiki Gergely színház vezetője, és Sárik Péter, jazzzongora, művész, zeneszerző a vendégem. Jó napot kívánok! Egyikük sem szokványos ajándékkal vagy felajánlással érkezett, bár a mai nap már volt olyan, hogy színházi kelléket hozott valaki Kovács Adél táskáját, de itt most egy kalapról van szó. Én azt hiszem, hogy ezt meg is tudjuk mutatni a kedves nézőknek, amíg Rátóti Zoltán elmeséli a kalap történetét. Igen, és nem is akármilyen kalap. Molnár Piroska kalapja ez, méghozzá egy 1995-ös előadásból, az Öreg Hölgy látogatásából. Azt tartottuk fontosnak, hogy olyan kelléket, illetve olyan ruhadarabot hozzunk el, és ajánljunk fel a mai napra, ami egy hiteles és elismert és ismert művészhez köthető. Molnár Piroska Kossuth Díjas, a Nemzet színésze, és nem utolsó sorban, körülbelül egy hete a Csiki Gergely Színház örökös tagja is lett Piroska. Ezen felül ő fölajánlott szintén, és a fölajánlások lámlám, hogy érnek egymásba. Nem csak úgy fölajánlott, alapított egy nagymama díjat, amit minden évben azt ő átad. Pontosan most osztottuk ki, tehát én azt gondolom, ennek a folytatólagossága is jelent valamit, illetve erősít itt az adományozást a mai napon is. Rátóti Zoltánnak van egy személyes felajánlása is, ugye, mert ez a színház. Ez a színház, igen, két minőségben, hivatalos is a személyes része. Régi vágyam volt, hogy meghívjam Böjte Csabát Magyarföldre, az ökumenikus fatemplomunkba. És most szeretném felajánlani, illetve átadni a meghívásomat, tolmácsolni a meghívásomat, de nem csak az ő személynek, hanem azt kérem, hogy szedjen össze egy buszra való gyermeket, jöjjenek el oda Magyarföldre, töltsenek el nálunk egy-két napot, és az utazás, illetve az ott tartózkodás költségeit én magam, illetve a Magyarföld Faluért Alapítvánnyal közösen fogjuk biztosítani. Várjuk őket szeretettel. Gondolom, hogy Csaba testvér is hallotta. Sári Péterhez fordulok. Ön elsősorban jazzzongorista, jazzzongora művész, és zenetanítást ajánlott föl a dévai gyerekeknek. A jazz műfaj lesz az, amivel megszólítja őket? Vagy hogy kell ezt elképzelnünk, hogy szolfés, vagy zongoratanítás, vagy miről van itt szó? Legutóbb Csíkszeredában voltunk a Sári Péter trióval, a zenekarommal koncertezés mellett a helyi iskolában. És egy ilyen órás bemutatót tartottunk a gyerekeknek, jazz volt benne, könnyű zene, egy kicsit megismertettük őket ebből a műfajjal, ezt szeretnénk felajánlani, plusz egy koncertet, és nyilván, hogyha vannak gyerekek, akik konkrétan érdeklődnek valamilyen hangszer iránt, vagy zenélnek, akkor szívesen segítünk, mesélünk nekik, mutogatunk, és a következő turnénk alkalmával szeretnénk ezt megejteni, lehet, hogy több helyen is, nem csak Téván. És a zenetanításon kívül ön is hozott még magával itt egyéb ajándékokat. Most jelent meg a jazz mesekönyvünk, és ebből szeretnénk három példányt, és a legutóbbi lemezünkről is, hogy addig hallgassák legalább itt távol, aztán majd személyesen is megmutatjuk. Köszönöm mind a kettőjüknek, hogy befáradtak ide a stúdióba. Visszaadjuk a szót a televízió stúdiónak. Köszönjük. Igen, köszönjük szépen, de csak egy Rátóti Zolinak azt üzenem, hogy legalább otthon érzik majd magukat a gyerekek, mert Magyarföld ugyanolyan, mint Erdély. Igen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó kis ötlet. Na, viszont tovább dobjuk a labdát. Igen, tovább dobjuk a labdát, ha nem is kézilabdát, hanem csak egy képzeletbeli labdát, méghozzá Csíksomjóra kapcsolunk, és megmutatjuk, hogy most ott éppen mi történik.
Jó estét kívánok mindazoknak, akik most kapcsolódnak be a műsorba. Igen, valóban itt vagyunk a Szent István kollégiumban. Javában zajlik itt az élet, a mézes kalácsok már elkészültek, töltött káposzta is készül, mert itt az ünnepi asztalon biztos, hogy lesz hagyományosan a Böjte atya házaiban. December 18-án ünneplik a gyerekek a karácsonyt. Itt van velünk egész nap segítkezett Kolozsi Noémi, a Kovásznai otthon vezetője, nevelője. Ha jól tudom, akkor 7 évvel ezelőtt ugye a magyar és az erdélyi adófizetők 1%-ából, 2%-ából tudták létrehozni az önök otthonát. Ez kemény munka lehetett. Valóban így sikerült, hogy sok jó embernek az adója 1%-a hozzánk került. Ebből tudtunk megvásárolni egy nagyon szép ingatlant Kovásznán. Hány gyerek volt akkor? 16 gyerekkel kezdtünk, jelen pillanatban 55 gyerek nevelkedik nálunk. Ez már szép szám. Az igazság az, hogy azt mondják, hogy létrehozni valamit talán könnyebb, mint fenntartani. Lehet ebben valami igazság? Érzik a hétköznapokban a fenntartási nehézségeket? Leginkább azt érezzük, hogy nagyon sok család keres meg bennünket, és kérik a segítségünket. Hogyha minket segítenek, akkor mi is tudunk segíteni a rászoruló családokon. Nem kényelemre, hanem munkára nevelik a gyerekeket. Így van, így van. Azt szeretnénk elérni, hogy kikerülve tőlünk, családanyaként, családapaként is megállják a helyüket, hogy ne akadjanak fenn azon, hogy nem tudnak egy ebédet elkészíteni, vagy egy fát elhasítani, hogy meleg lehessen a lakásokba. Életre nevelik a gyerekeket egy szóval. Nagyon sok sérült lelkű gyerek kerül általában ezekbe az otthonokba, és bizony ahhoz, hogy irányítani lehessen a gyereket, gondolom egyszer meg kell találni az okot, a lelkisérülés okát, ezt fel kell tárni, nem lehet könnyű. Nagyon sok felnőtt ember, akinek a Jóisten boldog gyerekkort adott, nem tudja felfogni, hogy mit jelent egy sebzett lelkű gyereknek segítséget nyújtani. Van olyan gyerek, aki 7-8 évig sem tudja elmondani, hogy mi az, ami őt megsebezte. Van olyan példa, amivel jól tudja illusztrálni? Igen, igen. Került hozzánk olyan gyerek, akit az édesapja évekig terrorizált, utcára küldtek oldulni. Az édesanyja nagyobb gyerekkel el kellett meneküljön otthonról. Gondolom terrorizálta az apa. Így van, és volt olyan eset, hogy hétvége után nem hozták vissza, utána mentünk, fűtetlen lakásba, mezitláb szaladgált, embertelen körülmények között. Olyanról is tudunk bizony, hogy akár azért tartják otthon a szülők, mert koldulásra kényszerítik ezeket a gyerekeket. Ha Böjte atyának sikerül ezeket kiemelni ilyen közösségekből, az nagyon jó, de egyébként Böjte atya mondja, hogy a legjobb talán, ha sikerül otthon tartani a gyerekeket. Szociális ankétokat is végeznek. Van olyan eset, akit otthon tudnak támogatni? Igen, vannak olyan gyerekek, akik a család maga nem romlott, vagy nincsenek problémák, hanem csak anyag hiányzik. Az ilyen családoknak próbálunk élelmet vinni, ruhaneműt, tanszereket, hogy a gyerekek iskolába mehessenek. Ilyesmi. Gondolom, nagyon sokat kapnak is. Meg lehet ezt fogalmazni mondjuk egy mondatban, hogy mit is kapnak ezektől a gyerekektől? Mi ezektől a gyerekektől önzetlen tiszta szeretetet kapunk. És mi magunk vagyunk azok, akik nyerünk, hogy velük egy fedél alatt élhetünk. Köszönöm szépen, Noémi. Nézzük meg, hogy mi zajlik itt a konyhában. Hú, van itt töltött káposztának való elég. Lányok, egyébként ezt sűrűn csináljátok? Tehát minden a hét minden napján be vagytok osztva? Igen. Körülbelül hány órát? Hogy zajlik ez? Hát ez úgy zajlik, hogy hazajövünk az iskolából, és be vagyunk osztva kb. 5-6 lány a konyhára, és itt főzünk, takarítunk, és ennyi, segítkezünk. Úgy tudom, hogy a hozzávalót is ti termelitek meg, nem? Igen, azt mind mi szoktuk nyáron megtermelni a kertben, és azokból az alapanyagokból próbáljuk elkészíteni az itteni ételeket. Na és az állatokkal mi van? Mert láttam, hogy vannak itt állatok is. Fiúk rendezik azokat. A fiúk rendezik? És a kapa jól áll a kezetekben? Igen. Szeretitek is a kerti munkát? Igen. Gyógynövényeket is termesztetek, mert úgy láttam, hogy csomagoljátok is ezeket. Igen, inkább te a füveket. Mégpedig miért? Bazsalikó, mentol, citromfű, kakukkfű, és szoktunk így erdei növényeket is összeszedni teának. Fát vágni tudtok? Igen. Ki tanított? Hát otthon is tanultuk.
Két hetente hazajártok egyébként, otthon is szoktatok főzni? Igen. Mindenkinek van édesanyja, édesapja? Nem. Hát nem mindenkinek. De itt hármatoknak? Hát nekünk a szüleink nincsenek együtt, édesapánkkal élünk. És nekünk sincs. Ugyanúgy. És itt otthonra találtatok? Szülőkre találtatok? Igen. Igen. Ugye itt már megismerkedtünk a nevelőtökkel is. Hogyan viszonyul hozzátok? Hát most valószínűleg nézi, de azért az igazat. Hát mindig oda segít mindenkinek, hogyha olyan probléma van, megpróbálja oldani, segít. Mindig megért. Lehet neki panaszkodni? Hát igen. Lehet, nagyon. Jó munkát, lányok! Megkóstoljuk a végeredményt. Biztos, hogy nagyon finom töltött káposzta lesz itt. Budapest? Lelki szagló hámlaikkal érezzük direkt már. Direkt csinálja velünk, igen. Igen, a töltött káposzta illatát. Közben egy gyors információ. A Szente Vajkról készült sajdikféle karikatúra elkelt, ugye ezek 100 000 forintba kerülnek. A tál pedig a herendi különleges porcelántál jelenleg 500 000 forinton áll. Ez az egyetlen olyan tárgy, amelyre lehet licitálni. Most pedig jöjjön egy újabb embermese, ezúttal Bács Mártonnal.